Köszöntöm Önöket, a megújult Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. 5 új eltöltővel gazdagodott a város, Kertvárostól Uránvárosig, a Zsolnai negyedtől a Mecsek oldalig mindenhol lehet már tölteni az elektromos autókat. Csak egy gombnyomás és riaszthatjuk rokonainkat, ismerősünket, de városunkban akár a rendőrséget is. Az életmentő mobil applikációt Pécset fejlesztették ki. A pécsi Mindum Károly 60 évesen teljesítette a 10-szeres Ironman-t, úszott, kerékpározott és futott, összesen 2260 kilométert tett meg 12 nap alatt. Turisztikai vonzerőt is jelentenek azok az új eltöltők, amiket nemrégiben helyeztek ki a város több pontján. Ezek olyan állomások, ahová főként azok a zöldrendszámos autósok gurulnak majd be, akik a töltés ideje alatt a város nevezetességeit is megtekintik. A telepítő cég, az E-Mobi, ugyanis olyan állomásokat hozott létre, ami nem villámtöltő, hanem minimum 4-5 óra kell egy feltöltéshez. Így került szeptembertől a Zsolnai negyed északi bejáratához eltöltő, de Uránvárosban a Veres Sendre utcában, Kertvárosban a Csontvári utcában és az Árnyasligetnél is elhelyeztek egy-egy állomást, valamint a Mecsek oldalban az Ángyán János utcában is kialakítottak egyet. Pécset körülbelül 100 zöld rendszámos autó van, de ezek töredéke jár nap, mint nap a városban. Az új eltöltő állomások most azoknak kedveznek, akiknek több idejük van tölteni. Átlagos hibridbe vagy villanyautóba, viszont csak egy óra alatt egy olyan 15-20 kilométernyi hatótávot tud. A Zsolnai Kulturális negyednél elhelyezett eltöltőt azért ide tették, hogy aki városnézésre érkezik, az is tudja tölteni az autóját. Ennek van egy nagyon fontos idegenforgalmi jelentőség, ugye az országos szinten Pécsen, nálunk még annyira nem sok, de például Budapesten rengeteg ilyen elektromos autó van, és ők úgy választják meg az elektromos autósok az úti célt, ahol tudják tölteni az autót. Az, hogy hova kerülnek az újabb állomások, több mindentől is függ. A telepítő E-Mobi az autósok és a város vezetésének véleményét is kikéri. Az egyre szaporodó állomások pedig jól mutatják, a pécsi városvezetés is támogatja a zöldrendszámos autósokat. Zöld gondolat jegyében hát számos állomást már megtettünk. Ide sorolható az, hogy sikerült Pécsre hozni Közép-Európa egyik legnagyobb napelem parkját, az erőmű mellett épült meg az elmúlt években, de mondhatjuk azt is példaként, hogy Pécs sok mindent megtett azért, hogy az elektromos töltőállomások, elektromos autók töltésére szolgáló állomások is települjenek Pécset. Jelenleg Pécset 5 helyszínen lehet elektromos autókat tölteni, de a jövőben további 4-5 állomás telepítését tervezik. A város első eltöltőjét a Centrum parkolóban állították ki. Németországban is segített már az az életmentő applikáció, amit Pécset fejlesztettek ki. Segítségével egy gombnyomással lehet vészjelzést leadni, amivel akár ismerősünket vagy rokonunkat is riaszthatjuk, de Pécs belterületén a rendőrség is kivonulhat. A beszámolók alapján évi több mint 1000 riasztást adnak le egy érintéssel, egy gombnyomással vagy akár a telefon fülhallgatójának kihúzásával. Ha én azt mondom, hogy elindulok, akkor térképpen betölti az én pozíciómat, megnézi, hogy hol vagyok, és ugye ez az a rendszer, vagy ez az a térkép, amit gyakorlatilag itt is látnak. Ha én riasztok, akkor ez a pozíció fog itt is megjelenni. Csak egy gombnyomás a telefonon, és már is tudják, hogy aki küldte, biztonságban van, de akár vészjelzést is le lehet adni. Pécsen a riasztást úgy is be lehet állítani, hogy a közterület felügyeletre fusson be, akik több tucat kamerával akár ellenőrizni is tudják a bajba jutottat, de a rendőrséget is tudják riasztani. Már tudunk egy pár esetről, amikor konkrétan a mi rendszerünk mentett meg valakit egy-egy kellemetlen szituációtól. A kezedben a biztonságod elnevezésű applikációt 4 éve kezdte fejleszteni egy pécsi cég, de már Németországban, Kölnben is segített egy bajba jutotton, aki éjjel egyedül indult haza. De Pécset is riasztott szülőket az éjszaka közepén, meséli Rózsavölgyi Péter, az alkalmazás fejlesztője. 16 éves lányt egy szórakozó helyen, a pohárába rejtettek valamilyen szert, amit ő teljesen elkábult. Tehát arra már nem volt esélye, hogy ő a telefonján megkeressen valamilyen telefonszámot és azt felhívja. A mi alkalmazásunkkal viszont egy mozdulattal ugye riasztást lehet indítani.
Az applikációt pár perc alatt teljesen ingyen fel lehet telepíteni a mobilra, és ha nagy a baj, akkor ide a közterület felügyelethez fut be a jelzés. Itt 24 órás az ügyelet, ha valamilyen riasztás érkezik, ők azok az emberek, akik felveszik a kapcsolatot az érintettekkel. A kollégák mindenképpen fölhívják az illető embereket, ugye a megadott telefonszámokon. Ha véletlenül nem veszik föl a telefont, akkor van rendőrségi értesítés. Pécsen kívül az ország más pontjain egyelőre még nem jutnak el a közterület felügyeletre és a rendőrséghez a hívások, de a cél az, hogy országos lefedettsége legyen a rendszernek. Az applikációt már több tízezren töltötték le a telefonjaikra, és körülbelül évente 1000 esetben vészhelyzetben is segít a pécsi alkalmazás. Folytatjuk a témát, stúdióban a vendégünk Rózsa Völgyi Péter, az applikációt fejlesztő cég ügyvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A bejátszónkból is kiderült már az, hogy egy nagyon hasznos alkalmazásról van szó, ráadásul már nem is egy új keletű dolog. Mesélne egy kicsit arról, hogy az elmúlt 4 évben az applikáció milyen hatással volt a helyi helyzetekre? Látják-e a javulást? Azt látjuk, hogy egyre többen használják. Tehát magát az alkalmazást már több mint 40 000-en töltötték le. Ez nyilván nem csak Pécs, hanem ez az országos, az egész világon számoljuk ezt a letöltési számot. Ugye Pécs abban a helyzetben van, hogy itt a helyi városvezetés a rendőrséggel együtt, illetve még pluszban a közterület felügyelettel vállalták azt, hogy a riasztások azok befuthatnak a rendőrségre is. Tehát ennek az a lényege, hogyha valaki bajba kerül, akkor nem kell, hogy telefonhívást kezdeményezzen, hanem elég egy gombnyomás, elég a kirántja a telefonjából a headsetet, és ez a riasztás, ez befut a pécsi közterület felügyelet központjába. Ott ők egy térképen látják a bajba került pontos helyzetét, megpróbálják őt elérni telefonon, ha nem tudják elérni, vagy bármi esély van arra, hogy ő tényleg bajban van, akkor a rendőrséget értesítik, akik a helyszínre fognak menni. Ez ugye Pécsen működik, remélhetőleg a közeljövőben már egyre több helyen is fog működni. Azt tudjuk, hogy ugyan nem Pécsen, de máshol mentett már meg kényes szituációban, mi tudomásunk szerint hölgyeket, de természetesen nem tudunk minden esetről, mert ugye nem megyünk mi minden riasztás után, de amikor egy felhasználó megírja nekünk azt, hogy mi történt vele, hogyan történt, akkor mi is arról tudunk, hogy ez aztán a napi több ezer felhasználó, aki éppen bejelentkezik vagy használja, hogy azoknak milyen élethelyzetben segített, azt mi nem tudjuk. Uh-huh. És azt esetleg tudják, hogy egy napi szinten hány riasztás érkezik be, és ebből mennyi az, ami valós és komoly bejelentés? A pécsi központban gyakorlatilag napi szinten nem is érkezik riasztás, tehát én azt tudom mondani, hogy ilyen 2-3 hetente jön 3-4, és nincs gyakorlatilag hamis riasztás. És megkülönböztetném a téves és a hamis riasztást. Ugye a téves riasztás olyan van, ezeknek a riasztásoknak gyakorlatilag 99%-a téves riasztás. Ami abból adódik, hogy valaki letöltött és ki akarja próbálni. Kipróbálja, ha bár van egy tesztmód az alkalmazásban, de azt kikapcsolja és kipróbálja. Sokan nem hiszik el, hogy valóban ez valahova be fog futni az ő riasztása. De amikor felhívják, akkor elnézést kér, és mondja, hogy tényleg elnézést, csak próbálgatta, ezzel nincs is baj, mert legalább tudják, hogy tényleg működik. A hamis vagy olyan, hogy szórakozik vele valaki, olyan nincs a mi rendszerünkben. Azért sem, mert ugye ezt a mobiltelefonjáról indítja el mindenki, tehát aki ilyen mobiltelefont használ, vagy ilyen applikációkat használ, az tisztában van azzal, hogy lekövethető. Amikor elkezdi használni az alkalmazásunkat, akkor azt is el kell, hogy fogadja, hogy jogilag felelős lehet azért, hogyha ő szórakozik ezzel a riasztással, hiszen a rendőrséget valaki nem ugráltathatja büntetlenül. Ugye a manapság pont a napokban jött ki az a hír, hogy a 112-re mennyi téves riasztás jön. Nálunk hál' az égnek ilyen nincs. Az elején féltünk tőle, de bebizonyosodott, hogy így, ilyen szinten nálunk ez gyakorlatilag nulla. Úgy tudom, hogy jelenleg is egy nagy fejlesztésen dolgoznak, esetleg a jövőbeni terveikről tudna mesélni egy kicsit? Ez nem is annyira, hát ugye kijött egy nagy fejlesztésünk, ez a gyakorlatilag a harmadik generációja az alkalmazásunknak. Még szebb, még jobb, még könnyebb használni, még biztonságosabb. Ami viszont nagyon nagy előrelépés az, hogy Baranyában a riasztásokat be tudjuk futtatni a pécsi központban. Ez azért nagyon fontos, mert azt, hogy mi rendszerünk működjön, az mindig a helyi rendőrségnek kell az együttműködése, a helyi városvezetésnek, és ha mindez megvan, akkor is kell egy hely, egy 24 órában működő hely, ahol a riasztások befuthatnak. Hiszen, hogyha ilyen nincs, akkor nem tudjuk garantálni azt, hogyha valaki bármikor bajba kerül, akkor valaki fogja is fogadni az ő riasztását.
polgármester úrtól kaptuk azt a lehetőséget meg, illetve hát a rendőrségtől, a közterületfelügyelettől, hogy a pécsi központban befuthatnának a teljes Baranya megyei riasztások. Ugye ez számban nem egy túl nagy növekedés, vagy nem lenne egy túl nagy növekedés, viszont így a baranyai települések is lehetőséget kaptak arra, hogy használják ezt a rendszert. Most már jó pár városvezető vette fölünk a kapcsolatot, tehát bízunk benne, hogy ez segíteni fog a megye közbiztonságán, illetve egy olyan biztonságérzetet tud adni, ami mindenképp hasznos, illetve hogy rendőrkapitány úr szavaival éljek, a megelőzésben is fontos, mert ha valaki ilyen rossz dolgba törje a fejét, akkor most már tudhatja azt is, vagy gondolhatja azt is, hogy hát lehet, hogy a zsebében van valakinek egy olyan eszköz, amivel már ő lehet, hogy riasztotta a rendőrségeket. Tehát a megelőzésben is szerepe lesz ennek a dolognak, én azt gondolom. Köszönjük szépen, én további sok sikert kívánok a fejlesztésekhez. Köszönjük szépen. Az ember, aki teljesítette a lehetetlent, a pécsi Mindum Károly végigcsinálta a 10-szeres Ironman távot, ami 38 km futásból, 1800 km kerékpározásból és 420 km futásból áll. A megmérettetést Svájcban rendezték. Ha valaki sikeresen teljesít egy Ironman versenyt, akkor arra csettintünk egyet. Ha valaki ennek a 10-szeresét csinálja végig, akkor arra nem nagyon vannak szavak. A 60 éves pécsi Mindum Károly nem versenysportolóként, hanem környezetmérnökként tudta le a Swiss Ultrát. Úszott, kerékpározott és futott, összesen 2260 kilométert tett meg 12 nap alatt. A verseny keménységét az is mutatja, hogy mindössze 15-en indultak, és Károllyal együtt 12-en teljesítették az ember feletti küzdelmet. Világszinten is egyedülálló ez a tett, hiszen Károly az első és egyetlen, aki ennyi idősen teljesíteni tudta a 10-szeres Ironman versenyt. Az én példám bizonyítja, hogy különösebb sportmód nélkül képes voltam erre, mert hogy őszinte legyek, igazából ezt az egészet inkább magamnak csinálom, tehát nincs, nem volt ilyen fajta szándékom, hogy ezzel bármit igazoljak, vagy bármiféle üzenetet közvetítsek, ez egy elég önző sportág ez az ultra triatlon, ezek az emberek magukért csinálják, de az tény, hogy igazából a határok azok bennünk, a mi fejünkben vannak. Itt elárultam, hogy a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy vannak ilyen kialakult kategóriák, hogy futásban a maratoni táv az, ami a leghosszabb, de hogy ez most miért pont 42 kilométer, ez lehetne 50 is, lehetne 38 is, azért mert pont ilyen távolságra van Maraton Aténtól, de abszolút ez a mi fejünkben van ez a korlát, és hogyha ezen túl tudunk lépni, akkor szerintem nincsenek határok. A verseny során sérülések is nehezítették a sportember dolgát, erről és magáról a megmérettetésről még többet megtudhat a Pécs TV Rajt című sportműsor eheti adásában, ahol teljes egészében láthatja majd a Mindum Károllyal készült interjút. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. 5 új eltöltővel gazdagodott a város, Kertvárostól Uránvárosig, a Zsolnai negyedtől a Mecsek oldalig mindenhol lehet már tölteni az elektromos autókat. Csak egy gomnyomás és riaszthatjuk rokonainkat, ismerősünket, de városunkban akár a rendőrséget is. Az életmentő mobil applikációt Pécset fejlesztették ki. A pécsi Mindum Károly 60 évesen teljesítette a 10-szeres Ironman-t, úszott, kerékpározott és futott, összesen 2260 kilométert tett meg 12 nap alatt. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden este hideg lesz a városban, legfeljebb 7 fokot mérhetünk. Szerdán túlnyomóan napos időre, kevés felhőre készülhetünk. Csapadék nem valószínű Pécsett. Délután 14 és 18 fok várható. A légmozgás déliesre fordul és mérséklődik. Önök a megújult Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!